Ebben a videóban az egyik kognitív terápiás technikát szeretném nektek bemutatni, az úgynevezett gondolatnaplózást, amely segítségetekre lehet különféle szorongásos problémáknál, akár szociális fóbia, vagy más jellegű szorongásoknál, pánik, rohamoknál is segítségül lehet, illetve depresszióban is, akár önállóan is kipróbálhatjátok ezt a módszert, persze terápiában hatásosabb tud lenni. A kognitív terápiában úgy gondolkodunk, hogy a pszichés problémák, zavarok, azok a gondolkodás hibáiból, torzításaiból jönnek létre. Mert hogy önmagában nem a helyzetek az, amik a problémát vagy zavart okozzák, hanem a helyzeteknek a jelentése, amilyen jelentése, ami felruházzuk a helyzeteket, amit mi gondolunk arról. Mondok egy példát a pánikrohamoknál. Nem feltétlenül a megjelenő testi tünetek okozzák csupán a pánikrohamokat, hanem az, hogy elkezdjük úgy gondolni, hogy az adott testi tünet, ami fennáll, az valamilyen súlyos probléma, bevezetőjele, rosszul fogunk lenni, itt roskadunk össze, itt halunk meg, ezek az úgynevezett katasztrofizáló gondolatok, és ilyen jelentéssel ruházzuk föl a testérzeteinket, és ez vezet a pánikroham kialakulásához, legalábbis mindenképpen hozzásegít ahhoz, hogy a szorongásunk emelkedjen, növekedjen, és a pánikroham kifejlődhessen. Itt szeretnék megmutatni egy nagyon fontos ábrát, mert hogy érdemes majd megfigyelnetek akár saját magatokon is, hogy a gondolkodás, az érzés, tehát érzelmi állapotok és a testi érzetek között milyen szoros összefüggés van. Ezek ide-oda cigáznak úgymond egymás között, tehát hogyha van valami negatív gondolatom, akkor abból létrejön valamilyen negatív érzelmi állapot, mondjuk szorongás, és a szorongás pedig létrehoz testi vegetatív szinten tüneteket, például emelkedett pulzus, vagy ilyen izomfeszülés. És akkor szeretném bemutatni nektek a gondolatnaplózást. Többféle ilyen napló létezik, van a 3 oszlopos gondolatnapló, van a 7 oszlopos gondolatnapló, az nyilván bővebb és több információt tud tartalmazni, de bármilyen panaszotok is van, például azok közül, amiket felsoroltam, tehát depresszió, pánik, rohamok, vagy egyéb szorongásos tünetek, ezekre alkalmas a gondolatnaplózás, illetve más panaszokra is alkalmas lehet, most nem fogok felsorolni mindent. Nyilván van olyan, amire nem alkalmas, például a szkizofréniában a gondolatnaplózásnak nem sok jelentősége van. Tehát először arra hívlak benneteket, hogyha van valamilyen pszichés panaszotok, akkor figyeljétek meg, hogy milyen helyzetben jelenik meg. Kötődik-e valami kontextushoz, akár helyhez, vagy emberek jelenlétéhez, vagy bizonyos érzelmi állapothoz, például mindig akkor jelenik meg, ha dühös vagyok, vagy stb. Tehát, hogy írjátok le minél pontosabban, hogy a tünet milyen környezetben jelenik meg. Ez lehet külső környezet is, és belső környezet is, tehát érzelmi állapot, testérzés, stb. Aztán figyeljétek meg, hogy milyen érzelmi állapot van bennetek, amikor megjelenik a tünet. Tehát lehet ez düh, szorongás, szomorúság, csalódottság érzés, meglepődés, undor, stb. Tehát itt az a lényeg, hogy minél pontosabban írjátok le az érzéseiteket, akár többet is lehet írni, és aztán a következő oszlopba pedig leírhatjátok azt, hogy milyen gondolatok jelennek meg, és itt kell figyelnünk a gondolatnaplózásnál, mert figyelnünk kell azokra a negatív gondolatokra, amelyek hozzájárulhatnak a tüneteink. Például pánikbetegség esetében nagyon gyakori gondolatok, amelyek torzak és hozzájárulnak a tünetekhez, az úgynevezett katasztrofizáló gondolatok, olyanok például, hogy azt gondoljuk, hogy veszélybe fogunk kerülni, rosszul leszünk, meghalunk, szívrohamunk lesz. Szociális fóbiában például lehetnek olyan gondolataink, hogy na ez biztos, hogy megint rajtam nevet, hallom, hogy csukdolóznak a hátam mögött, biztos engem kritizálnak. És nézzük meg, hogy ezek a gondolatok
hogyan vezetnek a szorongás érzéséhez, illetve majd a későbbi testi tünetekhez, akár elpirulás, vagy izzadás, stb. A hétoszlopos gondolatnaplónál vannak olyan rubrikák, hogy bizonyíték, hogy ez a gondolat igaz. Ide leírhatjuk azokat a vélt hiedelmeket, amik alátámasztani látszanak a nézetünket, például igen, biztos itt kapok szívrohamot, mert stb. Stb. Vagy például szociális fóbiában igen, biztos rajtam nevetnek, mert pont ide nézett és kacsintott rám, és közben nevetett, és nem tudom micsoda. Aztán a következő rubrikába leírhatjuk azokat a bizonyítékokat, amik mégis ellene felhozhatók, hogy azért, mert valaki a hátam mögött nevet, egyáltalán nem biztos, hogy rajtam nevet, lehet, hogy a barátjával, mit tudom én, barátnőjével épp valami viccet meséltek, és azon nevetnek, vagy például a pániknál. Nem biztos, hogy ez a szívrohamom jele, hiszen fiatal vagyok, egészséges vagyok, lehet, hogy ez egy túlzó gondolat, lehet, hogy csak meleg van és keveset ittam, azért szédülök, és nem biztos, hogy azért mert sztrókot kaptam. És hogyha leírjuk ezeket a úgymond bizonyítékokat, amiket amellett hozunk föl, hogy ezek a gondolataink torzak, akkor pedig a következő oszlopban leírhatunk egy realisztikusabb gondolatot. És ezt leírjuk, akkor kicsit úgy tegyük magunkévá, úgy gondoljunk bele, és ha minden igaz, akkor érezzünk el majd, hogy megváltozik az érzésünk. Például, hogyha sikerül átstruktúrálni azt a gondolatot, hogy biztos most kapok szívrohamot arra, hogy szerintem ez nem a szívroham jele, akkor valószínűleg a szorongásunk enyhülni fog, és egy idő után a test érzeteink is. Nyilván ez a gondolatnaplózás, amit itt most mondtam, ez egy terápiás módszer, tehát terápiás üléseken használjuk, illetve a terapeuta egy külső szemlélőként tud rátekinteni a tünetre, és segít megcáfolni a negatív gondolataitokat. Ezért nyilván úgy jobban, hatékonyabban működik, de akár ti is kipróbálhatjátok, hát ha önmagatok is rá tudtok jönni bizonyos téves gondolkodási mintáitokra. Ha van bárkinek kérdés, akkor nagyon szívesen veszem, remélem érthető volt a videó.